Sziasztok! Nemrég jöttem haza a gyakorlatról, és megmutatom nektek, hogy mit kaptunk, hogy mit kell csinálnunk péntekig. És pénteken vissza kell menni az iskolába, mert újabb feladatot kapunk. És megmutatom nektek, hogy mit kaptunk. Kaptuk. Ugyebár ezt, hogy elmondom, ez mi. Például ezt a csekket kell kitölteni. És akkor itt van, hogy mennyi. Meg hogy feladó címzet. Meg egy tanírodai gyakorlatok titkársági nem tan teszt. Készítsd el a mellékelt adatok alapján egy hivatalos részlet. Egy hivatalos nevét. A meghatalmazást kell írni. Meg van még ez. Meg van ez. Ezt ki kell javítani. Hogy helyes legyen. Van megint egy üzleti levél. Meg itt van, hogy mit, hogy le van írva. És a munkanapot minden nap az kell. Ez volt az egyik tanárnak a feladat sora. Jön a másik tanári. Ezt kell megcsinálni, fel kell hozni, ebből egy kis borítékba, úgyhogy annyit kaptunk erre a hétre. Ezt a feladatot. Na, megmutatom anyunak, ha hazajött, mert ezek kíváncsi vagyok, hogy jó lett-e. Megcsináltam még ezt. Majd ezt holnap fel kell adni. Postán. Akkor ezt meg be kell írnom a Drive-ba. Meg fogom csinálni. Két hónap fele ezt. Mert ezt még nem fejeztem be az iskolába tegnap. Ezeket beírom a Excel tábláthoz, ma ezeket csináltam. De meg a tegnap, hogy ma azt elfelejtettem. Kék színű, igaz? Na, jó lett a... Majd pénteken kell bevinni. Jó, ha. Akkor ezt kéne azt még egyszer majd nézni. Mire vettek? A leckéről. Igen. Azt szeretném mondani nektek, hogy én most így nézek ilyen fitness YouTube csatornákat. Neveket nem mondok, de én néha nem értem őket, hogy oké. Okay. Az oké, hogy diétáznak meg, mindent akar tudja, de azért ilyen vékonyak, mint ez a kis új. Azért az már szerintem gusztustalan. De hogyha ilyen 44, vagy ilyen 47 kiló, az még tök jó. Én annyi voltam, csak most hisztem kicsit. Na mindegy, azért azt elmondhatjuk, hogy mindenkire ráfér a diéta. Azért ennyire. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára.